Idén augusztus 20-án immáron 9. alkalommal lesz lehetőség arra, hogy Kiskörösváros önkormányzata, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Kunság Média Nonprofit Kft. Szervezésében a város kemencéjénél mindenki elkészíthesse a saját új kenyerét. A programhoz az idei évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott egy új kezdeményezéssel. Most először fogunk kapcsolódni az augusztus 20-i ünnepséghez. Eddig nem igazán vettünk részt rajta. Most viszont megkértek, hogy vegyünk részt mi is ebben az ünnepség sorozatban, mégpedig egy kis munkával. Kenyér sütés, és most az idén palacsinta sütés is lesz. A megyétől kapott 50 kg liszt felét a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat használja fel, a másik feléből készítik a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a palacsintát. A tésztát mi fogjuk bekeverni, és az egyik tagunknak, Liszt Gábornak van egy hatalmas palacsinta sütője, amivel általában fél óra alatt 60 palacsintát meg lehet sütni, és mivel itt sok palacsintára lesz szükség, ezért akkor a Gábor felajánlotta, hogy ő jön, és igazából ő fogja sütni a palacsintát, mi lányok meg előkészítjük neki a tésztát. A palacsinta térítésmentesen többféle ízben lesz majd kapható. Mi viszünk, akinek van, visz lekvárt, volt, aki azt mondta náluk, rengeteg kakaó van otthon, ő visz cukros kakaót, volt, aki azt mondta, én nutellát hozok, tehát mi pedig azzal támogatjuk, hogy mi visszük a palacsintához a tölteléket. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretné, ha a későbbiekben ezen kezdeményezésből hagyomány alakulna ki.